addig folytassuk tovább a Ács Pál tanár úr irodalomtörténésszel a beszélgetésünket. Menjetek a munkákra. Aki régi magyar irodalommal foglalkozik, a régi magyar versekben, irodalmi alkotásokban milyen játékossággal bukkanhatunk? Van-e? Nyilván van, de mi az, ami mondjuk a legtöbbször előfordul, a legkedvelted? Sok ilyen van, de mielőtt elkezdenénk felsorolni ezeket, megkérném, hogy olvassa fel Balassi Bálint Enigma című versének az első versszakát. Szívesen. Balassi Bálint, Enigma. Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemet. Kérem édes szeretőmet, fejtse meg nekem ezeket. Mi pedig most kérjük a tanár urat, hogy fejtse meg nekünk ezeket. Igen, tehát nem csak a modern költészetben, hanem a reneszánsz lírában is láthatunk olyan törekvéseket, hogy elrejtsék a költők a szövegjelentést, és hogy egy második szövegsíkot, jelentéssíkot hozzanak létre. A régi magyar szerelmi költészetben, az úgynevezett virágénekekben, tehát legfőképpen Balassi Bálint verseiben gyakran találkozunk olyan szerelmi allegóriákkal, szimbólumokkal, rejtett üzenetekkel, miként itt az Enigma című versben is, amelyek ilyen törekvésekre utalnak. Fontos belátni azonban, tudni azt, hogy ez a költői technika ebben a korban, a reneszánsz korban még alig-alig vert gyökeret nálunk Magyarországon. Ezért a költők állandóan figyelmeztetik az olvasót, hogy vigyázat, itt valami rejtvény van, vigyázat, itt el van rejtve valami, és lehetőleg megpróbálják megadni a rejtvény kulcsot is, tehát olyan utalásokat helyeznek el a szövegben, amelyek az olvasót hozzásegítik a megoldáshoz. Tehát ez egy fontos része, fontos eleme a régi költészet rejtett üzeneteinek. Tehát arról van szó, hogy a szimbolika és a metaforika ebben a korban mindig éles, a kódolt, mindig élesen elválik a nem kódolt üzenetektől. Lássunk. Mi volt ennek az oka, hogy ilyen kódolt üzenetekkel próbálkoztak? Nem úgy, mint például a 20. században, ahol a szimbólumokat egy-egy szó vagy metafora vette át szerepüket ezeknek a krosszikonoknak. Ennek több oka is lehetett, fogunk látni néhány példát. Mondjuk a két legfontosabb említhető ok, az egyik egy második jelentésik létrehozása, tehát egy másik olvasat lehetőségének a felvillantása, ennek is több altípusa volt, illetőleg valamiféle lényeges üzenet, valami az egész versre vonatkozó fontosabb tartalmi üzenet elhelyezése valahol valami érdekes helyen a szövegben, a szövegjelentése mögött, vagy valahol másütt. Igen, mert én arra gondoltam, hogy Balassinak általában a szerelmes verseiben szokott ez előfordulni, és nem merte egyértelműen megírni a kedves hölgynek, hogy ő tulajdonképpen szereti. Ez így talán pontosan nem igaz, mert Balassi az eléggé szókimondó természetű költő volt, de az tény, hogy elrejtett a verseiben néha üzeneteket, titkos üzeneteket. Ez már átvezet minket talán a következő konkrétabb témához, az akrosztihon témájához. Akrosztihonnak görög szóval szélső versor, ez a szó jelentése. Egy érdekes formajátékot neveznek, ami a régi magyar irodalomban, különösen a 16. századi magyar irodalomban rendkívül elterjedt volt. Arról van szó, hogy a versorok kezdőbetűit függőlegesen olvasva értelmes szöveget kapunk. Ez a 16. századi magyar költészet jelentős hányadában fellelhető, vagyis arról van szó, amit az előbb mondtam, hogy a költők lehetőséget adtak egy a hagyományostól eltérő szövegolvasásra. Versfőknek nevezték ugye a versszakok első betűjét. Ezekből a versfőkből számos információt lehet kiolvasni, amik oda el voltak rejtve. Ugye ezek utaltak a szerzőre, a címzetre,
a szereztetés helyére, idejére, olykor sok száz csúfán átfutó latin vagy magyar versrészleteket, szentenciákat, címeket is elrejtettek ezekbe a versfőkbe, de nagyon gyakran a költők szerelmeseinek, múzsáinak a nevét, vagy olykor a költő a saját nevét, vagy amikor még jobban el akarta rejteni, Balassinál erre is van példa, megfordította, tehát fordítva rejtette el a hölgy nevét, vagy pedig arra is van példa, hogy a vers lényegi mondandójáról valót mondott valamiféle rövid velős mondás, és azt írta bele a vers fűkbe. De végső soron ez a játék, ez a formajáték, az azt akrosztikon játéka ebben a korban nem igazán valamiféle mély értelmű szimbolikát jelentett, hanem egy sokkal praktikusabb oka volt, amit Tinódi Sebestyén egyik versénél láthattunk. Arról van szó, hogy nagyon hosszú verseket írtak ezekben a korokban, és ezek a nyomda kezdetleges technikájából adódóan, illetve a másoló tehányságából fakadóan gyakran összekeveredtek, elvesztek, és ez a szöveg, ez a betűsor voltaképpen őrizte a szöveg egységét, tehát nehezen megmondható szöveg volt, és viszonylag praktikusan könnyen megoldhatóvá tette, hogy a szöveg ne essen szét darabokra. Ebből egy érdekes másfajta dolog is következik, Tinódinál láthatunk erre példát, hogy mivel ez egy ennyire masszív és nehezen megbontható szöveg volt az akrosztikon, ezért, hogyha a költő később át akarta dolgozni ezt a verset, vagy meggondolta, vagy politikailag már kényesnek tartotta Tinódinál, erre van példa azt, amit korábban írt, igen, nehezen tudta átkalapálni így mondjuk ezeket a versfőket, de azért megtette, és ezek az átkalapálási nyomok, ezek megtalálhatók a Tinódi verseiben. Például az Egervár viadaljáról szóló éneknek a summája, az egész első versszak bele van írva a versfőkbe, de a végén, amikor elfogy a szöveg, és némi kiegészítéseket szeretne még hozzáfűzni, akkor az ámen szót biggyezti a végére, mégpedig oly módon, hogy az á, az egy, most nem jut eszembe hány, de 4-5 versszakon keresztül ismétlődik, így tudta megoldani azt, hogy kiegészítse ezt az akrosztikon. Bocsánat, hogy mindig közbekotolok, de nyilván voltak praktikus okai is ennek, mint azt említette. Igen. Mennyire tekintették ezt a költők játéknak, mint az itt ülő srácok is a saját képességeiket? Ugye játéknak tekintették. Általában játéknak tekintették. Az akrosztikomból nőtt ki Magyarországon, illetve egy ahhoz hasonló forma volt a kocka formára hozott versjáték, a kubus versnek is nevezték. A 16. század végének, 17. század elejének egyik legjelentősebb költője, tudósa volt Szent Simonár Albert. Ő játszadozott ilyen lehetőségekkel, és az ő a kubus verséhez, ami úgy néz ki, hogy akár honnan elkezdjük ezt a bűvös négyzetet olvasni, egy olyan hexametert találunk benne, ami mindenhonnan kijön, miként a bűvös négyzetnél ez általában kötelező. Ő azt írta alá, a vers alá, hogy játszottam, így latinul. Játéknak tekintette általában ezt, de ez a játék néha komolyra is fordulhatott. Miként például egy másik játszadozási szokásban, a 16. században az ekhós versben, nem tudom mennyire közismert az ekhó nymfa története. Tudjuk? A mitológiából, de hát a költészetből talán Csokonai Tihanyi Ekhóhoz című verséből sokaknak fölrémlik, hogy ez a szokás azért nem idegen a magyar költészetből. Tehát Ekhó Ovidius átváltozások című könyvében egy mese, egy görög mitikus mese szereplője. A szépséges Narcissus szerelme volt ez a nimfa. Narcissus ugye önmagában volt szerelmes, és nem viszonozta a nimfa szerelmét. Ez a nimfa egy butuska nőként van ábrázolva a görög mitológiában, aki
mindig csak az általa hallott szöveget legvégét tudta megismételni, és azt ismételgette folyton. És a reménytelen szerelem végül puszta hanggá változtatta őt. Egy olasz barokk költő, Morino, ezt úgy fogalmazta meg, testtelen csonka hang, ő a nimfa. Ezzel a testtelen csonka hanggal az Echo nimfa válaszával kezdtek el játszadozni a görög költők, aztán később ez a reneszánszban és a maniarizmusban, valamint a barokkban nagy divattá vált. Arról van tehát szó, hogy a rím szavak egyik része, az utolsó része lehetőséget tartalmaz az értelmezésre, értelmes olvasatra, és egyben a következő versszak tovább fűzésére, tovább alakítására. Én itt a Balassi kötetet lapozgatva találtam egy, a címet előbe olvasom, egy útonjáró szerzette ének, kiben panaszolkodik és kérdezkedik magába, nyavolás a Júlia kegyetlensége felől, miért Júliának nevezte volt az szeretőjét, noha más volt neve. És utána van itt, nem tudom, hogy hívják, igen, ez a dőltbetűs résznek, igen, irodalom, igen, megnevezése, itt megmagyarázza valamelyest ezt az echós dolgot. Úgy van. Mely kicsit nehezen fogom olvasni, régi magyar, mely kérdezkedésének mindenikére választ és értelmet veszen az erdő hangosságától mindenik vers végiben, mert erdőn menvén énekelte ezt az úton járó. De nem könnyen értheti meg az éneket, aki nem tudja, micsoda az echo. Az pedig semmi nem egyeb, hanem csak az hangosság, ki vagy palotától, vagy erdőtől, vagy egyéb hangos heltől szokott embernek rikoltására, vagy éneklésére a szózat után, az mondott igének végében feleletképpen esni. Ezt az echót az régi bölcs versszerző deákok tündér asszonynak hirdették lenni, és erdők között lakni, és csak akkor szólni, midőn az úton járok az erdőben, által mentek énekelni. Balassi ugyanezt magyarázta el, ez oda tartozik, amit az Enigma kapcsán már elmondtunk, hogy igyekezett tanítani is az, igen, olvasóit, hogy értsék azokat a játékokat, amiket ő megpróbál bevezetni a magyar költészetbe. Pontosan így van, és érdekes, hogy ő a nimfát tündérasszonynak fordítja, illetve így próbálja magyarra, vagy a magyarok számára is érthetővé tenni. Világért sem akadékoskodni szeretnék, de szerintem a kedves középiskolás nézőinknek most egyáltalán nem világos, mi az az echós vers. Mert ugye gyönyörű zengzete szavakkal elmondtuk, tanár úr is, de egy kicsit szeretném egy egyetlen rövidke példával felvillantani, tehát egy szóban megadja a választ a végén. Mi az, amitől a bensőmet kiszerelem? Válasz? Szerelem. Igen, a szerelem. Az egyik legfontosabb. Ez lehet egyik igen egyszerű példája. Tanár úr, visszakanyarodva, nekem még van egy nem igazán világos pont. A Balassihoz visszakanyarodva és az akrosztikonokhoz. Én azt tettem észre, hogy a kötetében most lapozgattuk többek között, igen, most az adás előtt is, hogy ez a rejtőzködés mégsem annyira rejtőzködés, hiszen nem volt azért egy szemérmes költő, valljuk be, és hát igen, szerelmes szívű volt emellett. Nem egyszer, nem rejti el, hanem már rögtön a címben azt mondja, hogy Bebek Judit nevére, és utána az akrosztikonban felleljük a Bebek Judit nevét, több-kevesebb sikere, mert ugye nem jön ki mindig, U betűvel ritkán kezdhetnek, V betűvel, tehát hol van itt a rejtőzködés? Hiszen majd mindig megjelöli Margaikat a nevére, és még számos példa. Én azt hiszem, hogy ön is azt mondja, amit én akartam, vagy szerettem volna itt sugallni, hogy igazán a mai értelembe vett rejtőzködésről itt nincsen szó, elrejtésről, az elrejtés játékáról és ennek a játéknak az öröméről van szó. Ezek a nevek, ezek a hölgy nevek, amik feltünedeznek a vers főbe, ezek tényleg nem rejtik el a költő indulatait. És egyébként azt hiszem, hogy néha nem, ezt persze nem tudjuk bizonyítani, nem is valós szerelmekről van szó, hanem esetleg egy másik barátjának a megrendelésére is írhatott ilyen verset.
és ezért jelenti be, megint ugyanezzel a technikával, amire ön figyelmeztetett, már a verset megelőzően, hogy erre a névre írja a verset ajándékul. Kedves gesztus is lehetett ez ekkoriban. Itt azért a magyar költészetnek egy korai szakaszáról van szó, amikor sok olyan technika szokás, ami később talán ilyen emlékkönyv divatszerűvé kopott az idők folyamán, ebben az időszakban még újszerű volt, és esztétikai élvezetet, örömet nyújtott, de teljesen igaza van. Az előbb a tanár elkezdett lapozgatni a Balassi kötetben, világérse szeretnénk kihagyni, mert Balassi mindig nagyon szórakoztató, úgyhogy akkor térjünk vissza az ekkos vers, amire a tanár úr gondolt példát felhozni, igen, gondolom. Nem tudom, fel tudjuk-e sorolni mind a három fajtáját, de én három típusát tudnám ebben a korszakban elkülöníteni az ekkos versnek. Az egyik az már Balassinál rendszeresen feltűnik. Ez körülbelül úgy néz ki, ahogy ön is megpróbálta ezt érzékeltetni. Nézzünk egy példát. Régi gyötrelmimet mi enyhítheti meg, s mi az, mire lelkem vágy, echo, ágy. Ágy. És erők. Ilyen erős fogalmakkal is találkozhatunk. Az echo ki van írva. A következő típusa Balassi Bálint legjobb tanítványánál, Rimai Jánosnál feltűnik, aki őt követte nagyon sok vonatkozásban a magyar költészetben. Ez egy kisebb, bonyolultabb, felolvasom ezt a verszakot. Igaz, én is vallom, de mi lesz jutalmom, sok bum hozé mi jókot, szeretünk tréfálé, hívségének állé, vagy hint csak hideg szókot, együld meg is hurít, mérgivel beburít, vet orcámra nagy pókot. Nincs kiírva semmi, kezdődik a következő verszak. Áldott szolgálatom, ha valóban látom, hogy csók leszen ő zsoldja. Tehát egy fokkal elrejtettebb itt az echo, nincs kiírva, és a következő verszakból, belülről, az egyik szóból bontakozik ki, hogy a pókotra, a csókot lenne a válasz. Valljuk meg, Zsolt, a tanár úr kicsi folyamatosabban olvasott régi magyar szöveget. A kubus versről beszéljünk még egy kicsit, mert időn fogytál. Mi is az a kubus vers, tanár úr? Tehát valószínűleg meg tudtuk mutatni képen is, mert egy olyan verstechnikáról van szó, ami igazából csak a látvány számára mutatkozik meg. A kubus vers játék, a bűvös négyzethez hasonló játék, a kocka formát ölti az egész vers. Egy hexameter sor variációiról van tulajdonképpen szó, és ezt a sort akár merre elindulva haladunk itt a kubusban, a kockában, mindenütt ki kell, hogy adja a szöveg. Szent Simon már Albert latinul írta meg ezt a verset, és meg is magyarázta, azt mondja, a verskezdő nagy embetűtől kezdve olvasd ide, oda, jobbra, balra, le, fel, az értőnek eleget mondtam. Mondja Tandori Dezső, megpróbálkozott ennek a magyar fordításával, nagyon jól sikerült. A versor úgy szól, mindenedet megadom, aki mindent adsz Rem uramnak, Remnek hívják az ő barátját, és ez a versor, akár merre olvassuk, kijön, mint egy bűvös négyzet. Szóval ezt hívják kubus versnek a régi magyar irodalomban. Sajnálom, hogy ezt már nem tudtuk megmutatni. Nagyon köszönjük, tanár úr, hogy itt volt. De most pedig átvezetésként az angol nyelvű részbe, mert hogy következik az angol 45 perc, Let's Speak in English, következik a Well on the Way következő része, azaz a Crime. Ez most nagyon aktuális, ugye tudjátok, amiről a két fiú beszélt, kiraboltak egy bankot. Well on the Way.